A szennyvíz elvezető árok rendben van Tisza Dadán. A tisztán tartásáról közel 140 közmunkás dolgozik napi szinten. Ezt a beruházást is pályázati pénzből tudták megvalósítani. Itt ugyanis szinte mindenre pályáznak, amire csak lehet. Jelenleg 18 futópályázata van a településnek. Ezt a traktort is a Magyar Falu Program támogatásából tudták beszerezni. Az elmúlt 5 évben összesen 3,5 milliárd forinti összértékű pályázati forrás nyert el az alig 2000 fős település. Ezeket olyan fejlesztésekre használták fel, amelyek valóban hasznosak a község számára. Ebből 1,5 milliárd volt a szennyvízberuházás, és akkor öreg otthon, idősek otthonának, bentlakásosnak a felújítása, óvodának a felújítása, energetikai pályázat, ezt több épületen hajtottuk végre, akkor úthálózatfejlesztés. Minden önkormányzati épület szigetelt és napelemekkel felszerelt. A hosszú távú cél, hogy önfenntartóvá váljon a település. Ennek érdekében több hasonlóan működő önkormányzati modellt is megfigyeltek, többek között Rozsájét és Tiszatenyőjét. Az önkormányzat gazdálkodik, van 33 hektár szántóföldünk, 110 hektár legelőnk, van egy tésztaüzemünk, ami naponta 8 mázsa száraz tésztát tudunk előállítani, van 4500 tojótyúkunk, ez két nagy istálló tojótyúk, akkor van 80 sertésünk, most egy almaléüzemet csinálunk jelen pillanatban, ami folyamatban van, fóliánk van, tehát mindent abba az irányba viszünk el, hogy az önfenntartó település modellt meg tudjuk valósítani. Nem volt az önkormányzatnak adóssága, tehát minket a kormány kárpótolt 244 millió forinttal, azért mert jól gazdálkodott az önkormányzat. Tehát nagy bevétele nincs az önkormányzatnak, viszont a képviselőtestület, valamint az alpolgármester, ő ingyen dolgozik, tehát a tiszteletdíjat a rendszerváltás óta nem veszik fel. 30 millió forintból hamarosan 4 út felújítása kezdődik Tisza Dadán, és folyamatos a virágosítás is. A következő évek egyik nagy terve pedig a település bevezető szakasza melletti ártér rendbetétele.